Jeszenszky Géza, Magyarország volt külügyminisztere. A rendszerváltás előszelét mikortól lehetett érezni? A lakitelken lezajlott értelmiségi összejövetel számítható a nulla kilométerkőnek, vagy netán más esemény történelmi fordulópont? Hát egészen 1956-ig kell visszamenni, vagy akár 1945-ig, hiszen Magyarországra ráerőltettek egy kommunista rendszert egy szörnyű rossz gazdaságpolitikával, és ez ellen lázadt föl a magyar nép egységesen 56-ban, amit a szovjet-orosz fegyverekkel levertek, és hát ugye sokan azt gondolják, hogy utána a társadalom beletörődött, alkalmazkodott, ez részben igaz is, de én úgy vélem, és hát egyébként ebben éltem, ugye 15 éves voltam 56-ban, tehát a szívekben, legalábbis sok szívben ez élt, és az a remény, hogy egyszer ez a ránk erőltetett rendszer véget ér. Azt nagyjából tudtuk, hogy ez nem egy külföldi felszabadítás, pláne nem egy háború állán történik meg, és ahogy a 80-as években azt láttuk, hogy miközben 68 Prágában egy ilyen a magyarnál sokkal óvatosabb reformkísérletet ugyancsak levertek, de már a szolidaritás 80-81-ben már fegyveresen nem merte a szovjet hatalom megpróbálni azt is megsemmisíteni. És a 80-as évek közepétől, különösen Gorbacsov pártfőtitkárrá, majd elnökké választása után a nemzetközi életben valóban egy nagyon komoly enyhülés indult meg, és tulajdonképpen ez adott lehetőséget, lendületet, ha úgy tetszik, bátorságot annak, hogy nem csak a magyar értelmiségnek mondjuk két csoportja, a kommunistából reformkommunistává váló, vagy éppen annak a rendszernek ellenzékévé váló úgynevezett demokratikus ellenzék, hanem a magyar írók, magyar történészek, értelmiségiek csoportosulása, amit nagyjából ez a 87. szeptemberi lakiteleki találkozó mondjuk jelképezett. Ez a két csoport mondjuk hozzászámítva az, hogy a mint Németh Miklós, szóval a kommunista rendszernek is vezetői belátták a változás, radikális változás szükségességét. Ez vezetett végül is a rendszerváltozáshoz. Tehát összefoglalva a nemzetközi viszonyok kedvezővé válása, a magyar társadalom részben a lengyel példát is követő megmozdulása, és hát végül is az, hogy ez az ellenzéki mozgalom el tudta érni azt, hogy 89 nyarán meginduljanak a úgynevezett nemzeti kerekasztal tárgyalások, ahol egy békés rendszerváltozás, egy teljesen radikális alkotmányi változás fogadott el még a utolsó pártállami parlament, és így került sor 90. március áprilisában a szabad választásokra, és így az Antal kormány megalakulására. Ennél a kormányalakításnál mennyire volt döntő tényező az a bizalmi viszony, ami a korábbi tanár-tanítványi, majd rokoni viszony családi kötelékek miatt jóval szorosabb az átlagos miniszterelnök és külügyminiszter közötti bizalmi viszonynál? Voltak esetleg olyan akár belpolitikai, akár külpolitikai helyzetek, akár kormányon belüli feszültségek, aminél kiemelt szerepet kapott ez a kiemelt bizalmi viszony? Igen, hát nem tudom, mennyire közismert, hogy én Antal Józsefnek a tanítványa vagyok, sok száz magyarral együtt. Ő volt a Toldi gimnáziumban 57-től történelemtanárunk, majd osztályfőnökünk, ő vitt minket az érettségig, ő segített bennünket a hatalommal fönnálló vitáinkban, németüntetés, egész osztályban eltiltották a továbbtanulástól, én is két évig voltam segédmunkás, tehát Antalhoz valóban egy nagyon régi viszony fűz. Ez azt is jelentette, hogy az én történelem szemléletemet, politikai felfogásomat nem kizárólag, de döntő mértékben Antal József alakította. Ez a kapcsolat az érettségi után is fennmaradt, és azt 1966-ban oda vezetett, 67-ben pontosabban, hogy az unokahúgát, akire
akit megkért még 64-ben, hogy tanítsam angolra, mint angol szakos tanár jelölt, ő feleségül vettem. Tehát így mondjuk bekerültem ebbe a történelmi családba, viszont Antalnak a édesapja is 45-46-ban a Kisgazdapárt egyik vezetője volt, minisztere volt. És hát ez azt is jelentette, hogy valóban Antal József engem nagyon ismert, nem volt semmi kétsége, hogy én minden körülmények között lojális vagyok hozzá, de ami ennél sokkal fontosabb, az, hogy az ő külpolitikai felfogása egyezik az enyémmel, tehát itt nem volt szükség egyeztetésekre. Ugyanakkor én hangsúlyozom, hogy egyes felfogások, nézetekkel szemben, tehát nem a rokoni kapcsolat miatt választott engem külügyminiszterként, hanem egyrészt a régi személyes kapcsolat, másrészt én a Közgazdasági Egyetemen a nemzetközi kapcsolatok történetének oktatója voltam, több 2,5 évi amerikai vendégtanári tapasztalattal, jó angol nyelvtudással, tehát olyan kvalitásaim voltak, amelyek nem nagyon hevertek az utcán, úgyhogy nem is volt olyan nagy választék. Tehát én azzal zárnám ezt az összefoglalót, hogy mind a 3,5 évben, amit Antal vezetésével a kormányban töltöttem, közöttünk nézeteltérés természetesen nem volt. Legfeljebb az, hogy mondjuk Antal óvott engem a magyar belpolitikába szóló beleszólástól, és volt egyfajta iratlan munkamegosztás közöttünk, hogy a nyugati kapcsolatokat, a nagy politikát, a legfontosabb találkozókon ő vesz részt elsősorban, néha ezen természetszerűleg én is ott voltam, mondjuk az Európai Unióval való társulási egyezményünk aláírásán 90. decemberében, de ugyanakkor a keleti politikát, a szomszédság politikát, ezt pedig én viszem, hát fizikailag is egyrészt nem lehetett mindenhol ott lenni a miniszterelnöknek, másrészt a nagyon szomorú betegsége is 92-től egyre jobban korlátozta az ő nemzetközi szereplésének lehetőségét. Akkoriban, amikor ugye ez az Európai Társulási Szerződés megkötése megtörtént, mondta ugye Csengei Dénes azt a híres mondatát, hogy Európában, de mindahányan, és ugye nagyon sokan egy gyors csatlakozásra számítottak. Ehhez képest egy másfél évtizedig tartott ez a tagjelölti státusz, és csak utána lettünk tagok. Ráadásul ugye például még teljes jogú tagként sem nyílt meg feltétlenül a munkaerőpiac azonnal mindegyik másik tagállamban. Mennyire volt ez egyfajta mesterségesen generált szabotálás és időhúzás, amit sokak egyenesen ilyen politikai okokra vezetnek vissza, hogy ez szándékos volt, hogy ez a térség ne rögtön lépjen be, vagy mennyire volt ennek reálpolitikai oka, hogy ilyen hosszú ideig volt jelölti státuszban tartva ez az egész térség? Igen, hát Antal személyesen, és hát a kormánya is azt remélte, hogy 1995-96-ra megvalósítható uniós csatlakozásunk, és Kohl német kancellár is ilyen véleményt sugalt nekünk. Na most tulajdonképpen az, hogyha csak Lengyelország és Magyarországon történt volna meg a rendszerváltozás, akkor a 90-es évek közepére, végére föl is vettek volna bennünket mindenhova, hátulba is valószínűleg, ahogy mondjuk ez történt a 70-es években Spanyolország, Portugália, illetve Görögország esetében. No de, ahogy ezt szokták mondani, sok volt az eszkimó és kevés a fóka, vagyis a rendszerváltozás olyan jól sikerült, hogy még a szovjet rendszer is összeomlott. Tehát a nyugati demokráciáknak és a nyugati gazdaságnak nem két országot kellett befogadni, integrálni, fejleszteni, hanem egy hatalmas tömböt, úgyhogy
Egyrészt ez akadályozta a nagyobb arányú gazdasági segítségnyújtást, csak gondoljuk arra, hogy Németország, Nyugat-Németországnak, Kelet-Németország milyen hatalmas összegébe került, és még az eredmény még ma sem tökéletes. Én ugyanakkor bizonyos értelemben megértéssel fogadtam ezt a késedelmet, mert egyfajta szolidaritást éreztem én is, és sokan Magyarországon, a közvetlen szomszédaink iránt, sőt még hát az orosz és az ukrán nép iránt is, akik a legtöbbet szenvedtek a kommunizmustól. Tehát noha én szoktam mondani, hogy a hosszú mátkaság az nem tesz jót a szerelemnek, de ezt a hosszú mátkaságot el kellett fogadnunk. Legfeljebb én annyit tennék ehhez még hozzá, hogy azért az indokolt lett volna, hogy mondjuk az úgymond éllovasokat, a visegrádi országokat, különösen miután Szlovákia megszabadult a tehertételtől, Mecsiár autokratikus uralmától, tehát minket fölvehettek volna hamarabb, ahogy ez megtörtént a NATO esetében is. Tehát Antallal együtt én kezdettől fogva nem kívántam a senki földjén maradni a NATO és a maradék orosz nagyhatalom között, és a biztonságunk zálogát a NATO-hoz történő csatlakozásban láttam. Ezt először nyilvánosan 92-ben fogalmaztuk meg. És az is végül is 5 évig tartott, 6 évig tartott, amíg ebből eljutottunk a meghívásig és a csatlakozás aláírásáig. És ugye ez még mégiscsak ezt a visegrádi országot, mínusz akkor még Szlovákiát jelentette. Tehát minket az Európai Unióba is föl lehetett volna venni akkor, de az Unió pedig hát a tét nagyobb volt, hogy ne osszák meg a volt kommunista tömböt, és a reményt ne vegyék el, mert hát nálunk is jobban szükségelte a támogatást és a politikai és gazdasági támogatást mondjuk a balti államok köre, vagy akár hát a más elmaradott, akár balkáni államok. Tehát az Európai Unió nem valamiféle rossz indulatból, hanem egy olyan felfogástól vezérelve késleltette ezt a tagságot, hogy ne tegyünk különbséget, ez az egész tömb, mínusz természetesen a Szovjetunió ukrán és orosz utódállama, tehát ezt az egész tömböt vegyék föl minél hamarabb, és ez történt meg végül is 2004. május 1-én. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen az öröm és nem a szemrehányás indokolt ezzel kapcsolatban. A szomszédság politika területén akkor ugye még nem volt ennyire könnyű ugye a kettős állampolgárság megadása, és ugye nagyon sok, de lényegében véve az összes szomszédos országban él szorvány magyarság, Ausztriában értelemszerűen ugye nem csak az elcsatolt területként oda került Burgenland, hanem nagyon sok diszidens is. Hogyan lehetett akkor úgy alakítani a szomszédságpolitikát, hogy egyrészt ez egy nagyon izgalmas világpolitikai helyzet volt, például ugye Jugoszlávia szétesése miatt, Szovjetunió szétesése miatt, a egész környezetben ugye hatalmas politikai változások voltak, és ugye a miniszteri szinten ugye a többségi nemzet alkotóival kellett úgy valamilyen szinten tárgyalni, hogy abból az akár tömb, akár szorvány magyarságban ott élő magyar emberek ne kerüljenek rosszabb helyzetbe, sőt, adott esetben jobb helyzetbe kerüljenek, úgy, hogy akkor ugye még azt nem lehetett feltétlenül meglépni, és bizonyos országok esetében ma se lehet meglépni, hogy egy kettős állampolgárság megadásával bizonyos jogi garanciákat is adhasson a magyar állam ezeknek a magyar személyeknek. Hogyan, milyen lehetőségek adottak akkoriban a magyar-magyar politikára? Igen, hát ez egy olyan izgalmas, fontos történet, ugyanakkor olyan nehéz történet, hogy ezt egy kis interjúban lehetetlen elmondani.
Én azt tudom javasolni, akit ez komolyan érdekel, az próbálja meg elolvasni, vagy beleolvasni. Erről írtam egy könyvet, és ezt be is mutatom. Kísérlet a trianoni trauma orvoslására. Ez 2016-ban jelent meg, és ebben részben emlékiratszerűen, részben pedig elemzésszerűen, tehát a dokumentumon alapján, 1000 lábjegyzettel alátámasztva mutatom be, hogy hogyan törekedett a magyar kormány, az Antal kormány az én miniszterségem idején arra, hogy megvalósítsuk ezt a nem teljesen lehetetlen, de rendkívül nehéz feladatot, egy jó viszony a szomszéd államokkal, amelyeknek jelentős számú magyar kisebbsége van, tehát ugye tudomásul kellett venni, hogy a határváltozásra sokokból nincsen lehetőség és remény, ugyanakkor, hogy biztosítsuk a határon túli magyar közösségek létét, jövőjét, jogait. Tehát ez egy olyan nehéz feladat volt, amire sajnos nem volt meg a kellő jóindulatkészség három szomszéd ország részéről, Szlovákia, Románia és Jugoszlávia felvonulás után Szerbia, és bármennyire is mondjuk indokolt volt, és mennyire visszafogott volt, ugyanakkor határozott volt a magyar politika, mondjuk 94-re oda jutottunk, hogy a hét szomszédunkból, ugye hét, a felvonulások után hét lett a szomszédaink száma, ebből én mondjuk elégedetten mondtam azt, hogy négy szomszédunkkal, Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, mondjuk nagyon jó a viszonyunk, Romániával és Szerbiával kifejezetten rossz volt, de Szlovákiával is nagyon nehéz volt, de ott volt a megszülető Ukrajna, és Ukrajna akkor nagyon nagy készséget és hajlandóságot mutatott, nem csak általában az ottani 150 ezer körüli magyar kisebbség jogainak biztosítására, akik a szovjet rendszerben rendkívül súlyos elnyomás áldozatai voltak, hanem nemzetközi szinten is támogatni azt a magyar politikát, amely a kollektív kisebbségi jogokat hangsúlyozta, tehát annak elismerését, hogy nem egyszerűen magyar nemzetiségű személyek élnek a határaikon túl, hanem hogy ezek közösséget alkotnak, és ezeket közösségi jogok, csoportjogok illetik meg, aminek a autonómia különböző formái felelnek meg igazán, tehát területi autonómia, ahol ez indokolt, helyi autonómia mondjuk községek esetében, és személyi elvi autonómia a szórványok esetében. Na most ezt a felfogást nagyjából elfogadta Ausztria, Szlovénia és Horvátország, és döntő mértékben Ukrajna, a másik három állam, másik három szomszéd nem. Úgyhogy én azt mondom, hogy részleges eredményt elértünk a mi kormányzásunk alatt, és elértük azt is, hogy a nyugati országok félelmeit eloszlassuk, ugyanis ők a rendszerváltás után attól féltek, hogy hát itt a szabadság azt hozza meg, hogy újra veszekedő, ne adj Isten, egymással háborúzó országok jönnek létre, tehát egy görög-török viszony még súlyosabb körülmények között, és itt a felelős, ugyanakkor határozott magyar politika ilyen szempontból mindenképpen eredményesnek tekinthető. Úgy aztán azóta több mint 30 év alatt mire mentünk el, ez mondjuk már túlmenne a mostani beszélgetésen. Ukrajna kapcsán nagyon gyakran elhangzik egyrészt az egyik legfontosabb pártpolitikai törést is, a MIÉP MDF-ből való kiválását is, ez a kulcskérdés, hát ha nem is okozta, de adta meg hozzá az apropót. Ez okozta, nyugodtan mondhatjuk, okozta. Másrészt például ugye Rafai akkori államtitkár úr a mai napig rendszeresen ad elő ezzel kapcsolatban, hogy az ő álláspontja szerint megoldható lett volna az, hogy Ukrajna átadja Kárpátalját Magyarországnak. Nagyon sokan ezt a kijelentést tényként kezelik,
ez mennyire volt reális elvileg? Elvégre például lehet látni, hogy mondjuk a NDK-nak az NSZK-ba való beintegrálása milyen közigazgatási és anyagi erőforrás többlettel jár, ami ugye Európa egyik legnagyobb gazdasága, és akár nem csak anyagi és közigazgatási, hanem nemzetközi politikai faktorai is vannak egy-egy ilyen területi integrációnak. Mennyire lett volna ténylegesen realisztikus esély, hogy akár Kárpátalját magát, akár az etnikailag magyarnak megmaradt beregmenti térséget megkapja Magyarország, elvégre például Ungváron nagyon gyakran, 2-3 generáció alatt elukránosodottak, először elszovjetesedtek, eloroszosodtak, mai fiatalabb generációk pedig elukránosodtak, miközben ugye akár egy családon belül vagyunk. Mennyire lett volna a realitása ennek a Kárpátalja visszatér című történetnek? Rafai Ernő történésznek, aki 92-ig államtitkárként a Antal kormány tagja volt, ez egy rendkívül felelőtlen állítása. Mondhatnám, hogy a való viszonyok meghamisítása. Én ezt rendkívül súlyos jellemhibának is tartom, és azt is, hogy ő évek óta bizonyos értelemben házal a Kárpát-medencében, az ottani magyar kisebbségek körében ezzel a mesével, azt a hamis képzetet keltve, hogy hát tulajdonképpen az ő helyzetük megváltoztatható lett volna, ha az Antal kormány, sőt korábban még azt mondta, hogy akár az első Fidesz kormány is keményebb magatartást tanúsít. Most ezzel szemben, egész rövidre összefoglalva, ugye ott van az, hogy második világháború óta az európai határok nem csak hogy nem változtak meg, hanem a leghatározottabb nemzetközi vélemény, hogy nem változhatnak, mert ez újabb háborúk forrása lenne. Ezt rögzítette az 1975-ben 35 állam által aláírt Helsinki záróokmány, amiben egy kitétel van, hogy a határok békés úton, kölcsönös megegyezéssel megváltoztathatók. Ezt nem Kádár János követelésére, és nem is a magyarokra gondolva tették bele ebbe az okmányba, hanem az NSZK, Németország, ugyanis az NSZK nem adta föl azt a reményt, hogy egykor majd a német egység helyreállítható lesz. Na most ez meg is történt azzal, hogy a két német állam közös megegyezéssel, és mondhatnánk, hogy a választók egyetértésével egyesült. De ez két német állam volt. Magyarország és a szomszédai között azért ugye nem arról van szó, hogy magyar államok vannak, mondjuk egy önálló Erdély vagy magyar jellegű állam van, hanem sajnos a 3,5 millióból alig több mint 2 millió magyar maradt a határainkon túl, ráadásul az egykor mondjuk kompaktnak, egységesnek tekinthető magyar területek, mint a szlovák-magyar határ északi oldala, vagy a Partium. Itt is a városokat asszimiláció és főleg betelepítések révén a magyarság kisebbségbe került. Ukrajna esetében pedig nem annyira az ukránosodás történt, hanem a betelepülés. Legalább 500 000, ha nem több, orosz, illetve ukrán költözött 45 után erre a kies szép területre, megváltoztatva döntően az etnikai arányokat. Na most ezen túlmenően ez még nem is naívság, hanem ostobaság azt hinni, hogy bármely ország háború, vereség nélkül hajlandó átadni területének akár egy kisebb részét egy szomszédország számára. Ezek csak háború követő békeszerződések révén történtek meg a modern korban. És ha még arra gondolunk, hogy a 1991-ben éppen, ugye most van a ukrán függetlenségi deklaráció évfordulója, tehát egy újonnan függetlenné vált állam,
amely 91. decemberében népszavazással hagyta jóvá ezt a függetlenné válást, hogy önként jó szántából, vagy akár mondjuk baráti kérésre lemond területének egy részéről, ez az annál inkább is lehetetlen volt, mert az akkori ukrán vezetés, és a mai is, ugye ragaszkodik a Krím-félsziget és Ukrajna keleti részének részben orosz nyelvű népesség által lakott részének a megtartásához, amihez Jelcin vezetés alatt Oroszország is hozzájárult. Tehát ugyanakkor az ukrán vezetés azóta is félt attól, hogy Ukrajna területi integritása nem tartható fönn. Nem Magyarországtól tartottak, hanem Oroszországtól, illetve úgymond precedenstől. Tehát ezért azt az ígéretet, amit valóban őszinte szándékkal tett az első ukrán vezetés, Kravcsuk elnök és Zelenko külügyminiszter, tehát az, hogy nem Kárpátalja kap egy különleges gazdasági státust, és azon belül egy magyar járás területi autonómiával rendelkező magyar terület hozható létre, ezt a Krímre való félelemre tekintettel az ukrán parlament, a Szejm elutasította. Ez egy nagyon szomorú és sajnálatos tény, de ez mondjuk önmagában véve nem jelentette azt, hogy az ottani magyar lakosság jogainak jelentős változása, javulása ne történjen meg. Tehát amikor a 91. december 6-án megkötöttük magyar-ukrán baráti szerződést, akkor ezt abban a tudatban tettük, hogy ennél többet nem tehetünk az ott élő magyarságért. Ennek a szerződésnek a bírálói azt kifogásolták, elsősorban nem a határváltozást mondogatták, hanem az, hogy Magyarország és Ukrajna kötelezettséget vállalt, hogy egymással szemben nem lesz területi követelésük. Ha belegondolunk, ez még elvben nem zárná ki a határváltozás sem, tehát ha akkor 91-ben, vagy bármikor azóta az ukrán elnök, az ukrán kormány Magyarországnak ajánlotta volna, hogy tárgyaljunk bizonyos terület átadásáról, mondjuk akár csak ennek a szűk tiszamenti magyar területek az átadásáról, biztos, hogy az Antal kormány nem zárkózott volna ettől el, de éppen az ellenkezője volt. Nem azt mondom, hogy zsarolva, de ezt leszögezte az akkori egyébként nem nacionalista ukrán vezetés, hogy ők ragaszkodnak a területi integritáshoz, ehhez a területi klauzulához, és enélkül nem tudják garantálni azt a javulást, amit ígérnek és szándékoznak megadni a Kárpátalján élő magyar nemzetiségű embereknek. Tehát nemhogy Magyarország, az Antal kormány lemondott volna Kárpátaljáról, vagy akár annak a magyar rakta részéről, hanem így tudta elérni az, hogy a szovjet rendszerhez képes jelentősen javuljon az ő helyzetük. Hát az, hogy gazdasági helyzetük nem javult, az egy más kérdés, azt nem lehetett előre látni, és ez pláne nem a magyar kormányon múlott. Úgyhogy én ezt leírtam nem csak ebben a könyvemben, hanem tanulmányokban, előadásokban. Elég szomorú, hogy ma teret nyerhet újra ez a felfogás, és ráadásul Raffai ma már óvatosabb, de korábban azt mondta, hogy hát a délszláv háborút is ki kellett volna használni bizonyos területváltozásra. Na most ezzel kapcsolatban azért érdemes belegondolni abba, hogy a délszláv térségben etnikai alapja lett volna bizonyos határváltozásoknak, mondjuk különösen Horvátország és Szerbia között, azonban ez sem történt meg, a nemzetközi közösség sem járult ehhez hozzá, ugyanis tehát csak a belső közigazgatási határok változtak, lettek nemzetközi határok, de ezeken belül nem történt változás, ugyanez történt a Szovjetunió és Csehszlovákia felbomlásával is. Tehát téves az a tézet, hogy itt nagy változások történtek az európai határokban, és csak Magyarország maradt ebből ki. Hát sajnos azt mondhatom, hogy a magyar kisebbségek számára, nem is sajnos, igen, az igazi lehetőség, egyetlen lehetőség nem a revízióra, hanem a biztos jövőre az Európai Uniós tagság, amelyben a Schengeni rendszer, illetve annak kiterjedése Romániára, a délszláv térségre, egyszer majd talán Szerbia is bekerül az Unióba,
Ez teszi lehetővé, hogy nem lesz határ, nem lesznek vám és útlevélvizsgálatok, és egy gazdaságilag a Kárpát-medence reintegrációja is megvalósulhat. A kettős állampolgárság az egy inkább egy lelki tényező, ami segíthet megőrizni a magyar tudatot az elszakított területeken. Ugyanakkor ennek a veszélyét is talán jobban kellett volna előre látni, hiszen a magyar útlevél birtokában kárpátaljai magyarok, vagy akár szerbiai magyarok, ahol azért nagyobb népesség, magyar népesség élt, ők, vagy különösen az utódaik nem Magyarországra vándorolnak át, munkát keresve, hanem Európába mennek. Úgyhogy a határon túli magyarok számszerű jövőjét inkább veszélyezteti ez a kettős állampolgárság. Persze, hogyha Magyarország gazdasági helyzete jobb lenne, akkor nem volna oka arra, hogy Magyarország helyett külföldön, Angliában, Németországban, Olaszországban találjon munkát ez a mondjuk kárpátai magyar, hanem akkor örömmel élne a magyar nyelvű Magyarországon. A akkori időkben jött létre egyáltalán ez a fogalom, hogy V4, ugye egyáltalán a V4 országcsoport is egy akkori kormányfői konferenciának köszönhető, ahol Antal miniszterelnök úr javasolta ennek a szűkebb országcsoportnak a szorosabb együttműködését, és akkoriban Magyarország számított az éllovasnak a nyugat szemében. Ez a státusz, ez mennyiben tudott megmaradni elvégre ma, legtöbbször a nyugati sajtóban Magyarország és Lengyelország, mint a két rebellis, és Szlovákia és Csehország pedig, mint a két jóval inkább beintegrálódott ország igen. Számít. Igen, hát erről a témáról megint egy könyvet tudok bemutatni, az Elveszett Presztízs, ez harmadik kiadásban jelent meg, ez egy jelentősen bővíti a korábbi két kiadást. Ez nem elsősorban Visegrádról szól, hanem a múltról, de arról a múltról, hogy hogyan változott Magyarország nemzetközi megítélése, európai megítélése 1848-49-től, amikor az egész világ szimpátiával tekintett a magyar szabadságküzdelemre, hogyan változott olyan negatív irányba, ami lehetővé tette a trianoni békeszerződést és annak a különösen sérelmes, a magyar kisebbséget teremtő, tehát az etnikai elvtől eltérő határok megrajzolását. Mondjuk ez a múlt története lenne, de sajnos a múlt ismétlődik, ha nem is egész pontosan olyan formában, mint ahogy történt, és nem egy trianontól kell félnünk. Tulajdonképpen ma már talán nem is olyan sokan emlékeznek arra, hogy Magyarország volt a lengyelekkel együtt a rendszerváltozás hőse, a pionír, és ezen belül is Magyarországon várták a legsikeresebb gazdasági átmenetet, hiszen Magyarországon a piacgazdaságnak sok eleme már létezett a rendszerváltozás megelőző években. Na most Magyarországra az Antal kormány alatt jött a legtöbb külföldi befektető, együttesen véve több, mint az összes többi országba, ami megkönnyítette, hogy a rendszerváltozás terheit sokkal kevésbé érezte meg a magyar társadalom, megérezte, nem arról van szó, de kevésbé, mint ahol a hatalmas inflációval és munkanélküliséggel küzdő Lengyelországban, vagy akár Romániában ez tapasztalható volt. A visegrádi együttműködésnek a jelentősége egyrészt inkább a VS Varsói szerződés feloszlatásának gyorsítása volt, és az európai integráció gyorsítása. Amellett pedig egy pozitív példa volt, megnyugtatás volt, hogy itt nem vetélkedő, veszekedő országok jöttek létre, hanem együttműködő országok. Na most én egyik alkotójaként nyilvánvalóan nagyon örömmel követem azóta is a V4 sorsát, és én annak is valóban nagyon örültem, hogy az európai integráció belül, vagy akár a NATO belül is sokszor egy közös álláspontot tudunk képviselni. Ez a legutóbbi időben romlott meg, és sokkal pesszimisták azt mondják, hogy vége a V4-ek, marad belőle V1 Magyarország,
ugyanis még az Európai Unióval fennálló sajnálatos vitáinkban Magyarországgal együtt haladó Lengyelország is az ukrán háború kapcsán gyakorlatilag felmondta a magyar szövetséget. Remélem, hogy nem az ezer éves magyar barátságot, de azt az együttműködést, ami mondjuk a jelenlegi lengyel kormány és az Orbán vezette magyar kormány között éveken át fennállt. Ez egy szomorú tény, de ennél még szomorúbb az, hogy Magyarország a NATO-n belül is, és még inkább az Európai Unión belül is azt a látszatot kelti lépéseivel, nem utolsó sorban itt az ukrán háborúban, sok szempontból orosz barát magatartásával, és a magyar közvélemény olyan manipulálásával, hogy 56 népe, annak egy része Oroszországnak drukkol, én ezt tapasztalom, és azt gondolja, hogy Putyinnak joga volt, vagy legalábbis érthető volt ez az agresszió, amit elkövetett Ukrajna ellen. Hát ez teszi Magyarországot a világsajtó és a demokratikus országok kormányai szemében, hát egy, ha nem is páriává, talán ezt túlzás mondani, de egy kétséges szövetségessé, egy megbízhatatlan szövetségessé, és ennek egy mondjuk anyagi oldala az, hogy az Európai Unió komolyan foglalkozik azzal, sőt már megvalósult, hogy az eddigi nagyon jelentős gazdasági támogatások, amelyek a magyar ország minden éves költségvetésnek 4-5%-át tették ki, hogy ezeket megvonja, fölfüggeszti, megvonja. Tehát most ugyan az utolsó órákban Magyarország bizonyos engedményeket ígért és tett meg, nem tudjuk még, hogy mik ezek az engedmények, de hát szerintem itt egy gyökeres fordulatra volna szükség a magyar külpolitikában, nem utolsó sorban az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos magatartásban, hogy Magyarország egyrészt ne csak az uniós támogatásokat kapja meg, hanem hogy Magyarország visszanyerje azt a megítélését, hogy Magyarország egy valódi jó demokrácia, a nyugat szövetségese, és így előbb-utóbb Magyarország valóban elérheti gazdaságában is azt a színvonalat, amit a rendszerváltozáskor reméltünk, és aminek az elmaradása sok emberben érthető csalódást váltott ki.